A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége 1970 óta szervezi meg országszerte az Éneklő Ifjúság Hangverseny sorozatot. A Kodály módszer szellemében megrendezett kecskeméti hangversenysorozat második alkalmán Virág Barnabás, a Magyar Kodály Társaság kecskeméti tagcsoportjának elnöke köszöntötte röviden az iskolák kórusait. Az elnök a közönségnek példaként hozta Kodály Zoltán egy híres válaszát a kérdésre, hogy mi a lényege az ő módszerének. Erre ugyanis Kodály azt felelte, ének, népdal és mozgódó. Utóbbiról, a szolmizációról Kodály Zoltán azt gondolta, hogy ez egy eszköz és nem a cél. Az igazi cél a zene szeretete és annak kialakulása a teljes emberré nevelés. A rövid köszöntőt majd közös éneklést követően a 14 résztvevő iskola fiataljai neves zsűri előtt mutathatták be tudásukat, Virág Barnabás mellett Soltészné Lédeci Judit Liszt díjas karnagy, valamint Barabás Edina és Szirányi Borbál a Kodály Intézet tanárai értékelték a régióból érkező kórusok által előadott műveket.